Csodálatos szép napot kívánok minden kedves nézőnek. Önök Foci és Sport című műsort látják, és bízom benne, hogy a mai adásban sem csalódnak, mint eddig sem, hiszen kiváló vendégeket igyekszem meghívni, és ez a műsor már egyébként is régi és öreg. Vendégem Kovács Kokó István, egy élő legenda, egy igazi őskövület. És az még mind rendben van, hogy élő legenda, őskövület, de hogy egy fantasztikus ember. És akkor tovább folytatom, Kokó egy különleges zsenialitással rendelkezik, nagyon sok színű. És ahogy így követem a pályafutását, szinte mindenben profi vagy. Mert az oké, hogy az ember jól körvívó, de az, hogy a médiában is tökéletesen megálltad a helyed, bárhol, akár televízió, akár rádió műsorokban. Tehát olyan vagy, mintha te csak arra születtél volna, pedig arra is, meg ökölű vannak is. Kovács Kokó István, olimpiai bajnok, olimpiai bronzérmes, kétszeres világbajnok, Európa bajnok, és ha jól tudom, Európa bajnoki bronzérmes. 23 mérkőzése volt profiban, abból 22-t megnyert, ez nagyon durva dolog kissúlyban. Aki még nem volt kissúlyú, az nem tudja, hogy az nagyon-nagyon nehéz dolog. 187 mérkőzése volt amatőrben, abból 168-at nyertél. 287 mérkőzésed volt, abból 268-at nyertél. Amatőr és profi összegezve 320 mérkőzés, és ebből 304 győzelem és egy döntetlen, a többi az a maradék 15 ezer esély. Ez minden súlycsoportban nagyon-nagyon nagy dolognak számít, de a te súlycsoportodban mindenféleképpen. Hála jó Istennek, te egy megosztó személyiség vagy, mint minden tehetséges ember, tudod, de az a jó, hogy az emberek 95%-a szeret. Az a 3-4-5% arra meg szükség van, hogy egyre jobb legyél. Hát Kokó, akkor kezdjük ezt nagyon az elején, és beszéljünk valami olyan bensőséges dolgokról is, amiket nem szoktál elmondani, mert az ember azért mindent nem oszt meg a nyilvánossággal. Kezdjük a gyermekkortól, mert neked az is érdekes volt, és akkor már megyünk tovább keményebb kérdésekkel. Tiéd a szó. Én egy nyitott ember vagyok, tehát hogy nekem nincsenek olyan témák, ami tabu lenne. Én a gyermekkoromról, a felnőtt koromról, még a magánéletem bizonyos részletéről is őszintén nyíltan beszélek, főleg azokról, ami úgy érzem, hogy azokra tartozik, akik szeretnek engem, követtek engem, szurkoltak nekem. Például ilyen a gyermekkorom. Erről most egyébként az RTL készít egy 4 részes dokumentum sorozatot, amelyben az első epizód, kb. 50 perc tényleg kizárólag a gyermekkorommal foglalkozik. Pontosan azért, mert akkor látszik az az óriási különbség, ahova elértem, hogy honnan is indultam. Én innen nem messze, a stúdiótól nem messze, a Pongrácz telepen Kőbányán, tehát egy kerülettel ugyanodébb, de egy nagyon vadregényes tájon születtem, és ott is nőttem. Ilyen, egész pontosan az Újhegyin születtem, de ugyanaz 10. kerület, aztán laktam a Liget utcában, és utána a leghosszabb időt a Pongrácz telepen egészen 14 éves koromig. Ha valaki járt ezen a környéken, ez a Salgótarjáni út, Hős utca, Zács utca, Gyöngyike út, ez a környék a Pongrácz telep, az pontosan tudja, hogy ott az 1970-es években az egy nagyon, nagyon jó, nagyon érdekes ez élet egy jó volt. És kemény terület volt. De nem voltál verekedős, te egy ilyen szelíd bárány típus voltál. Azért nem voltam verekedős, mert fizikálisan nem feleltem meg annak a kritériumrendszernek, hogy én nagyon sok győzelmet számláljak, hogyha én elkezdek verekedni. Viszont volt egy nagyon erős bátyám, aki megoldotta ezt helyettem. Én inkább megpróbáltam kidúmálni. Egyszer-kétszer nekem is kellett pofoszkodni, tehát nem a ökölvívó karrierem során kaptam az első pofont, hanem már azért ott a saját korosztályomban azért már meg kellett vívni azért, hogyha nem az enyém a labda, de mégiscsak bekerüljek a csapatba. Meg aztán ugye a szomszéd telepek, a Hős utcaiakkal, vagy akár ez volt a Pongrácz 17, ahol én laktam, de a Pongrácz 9 az a másik rész, ahol a Deák Bill Gyula lakott többek között, vagy a Póka Egon, meg a többiek. Tehát ott azért velük ment a verekedés egyszer-kétszer, amikor összefutottunk, akár a Petőfi mozi előtt, vagy a Pataki műfáz előtt az Alkamátétéren, de nem volt jellemző az életemre, mert azt éreztem és tudtam. Nem is voltam egy nagyon agresszív srác, de azt tudtam, hogy nem vagyok egy nagyon jó verekedő ezzel az alkattal.
Elfutni viszont soha nem futottam. Nem, hát nem vagyok olyan verekedve. Figyelj, de... Az utcai verekedés ezt, de oké, de te neked ezt már tudnod kellett pici gyerekkorodban is, hogy neked ilyen képességeid van, mert azért nem egy átlagos képesség, az nem, tehát azért izomerőben, az nyerni, ahhoz, az már régen igen, kezdődik. De izomerőben vagy ütőerőben én átlagos gyereknek számítottam. Harci kedvben, agresszivitásban inkább átlag alatti, tehát nem nagyon szerettem ezt a fajta küzdelmet vagy harcot. Viszont az önérzetem és a becsület érzetem, vagy az igazságtudatom az mindig is magas volt. Tehát a legtöbb verekedés az abból ered, hogyha ha megbántottak, megsértettek, édesanyámat megsértették, ugye szokás szerint, akkor ezt mindig megvédtem magam, tehát azt nem hagytam soha. És egészen 14 éves koromig nem is arról szólt az életem, hogy én nekem a harc az osztály részem, tehát hogy én ezzel fogok majd foglalkozni. Addig fociztam, nyékkorongoztam, mondjuk ez már kicsit durvább, de ott is még ilyen serdülő csoportban, ott még nem verekednek a gyerekek. Egy picit lábtenisz, vagy egy picit asztali teniszeztem, kézilabdáztam, tehát kipróbáltam jó pár sportot, és teljesen véletlenül, mondom ezt dacára annak, hogy apám, nagybátyáim, sőt még a nagyapám is az ökölvással foglalkozott valamilyen szinten, volt, hogy csak támogató volt, hogy a édesapám majdhogy nem válogatott szintű magyar bajnokság helyezett ökölvívó volt, a nagybátyáim mind egytől egyik kiváló bunyósok voltak, a bátyám is egészen kiváló bunyós lett, a bátyám fia is, tehát az egész szerintem a legtradicionálisabb, vagy legöregebb box család a miénk, mert ilyen 1940-es évekre visszavezethető boxolókkal, jó boxolókkal teli családról nem tudok, de én voltam az első olyan, aki ezt nem akarta 14-15 évesen. És aztán egy barátomnak köszönhetően, aki el akart menni bunyózni, és akkor aztán vele lementem bunyózni, így kezdődött az én pályafutásom, és onnantól kezdve, amikor meg már ráéreztem, és valóban kiderült rólam viszonylag hamar, mert mondjuk 84-ben elmentem bunyózni, és 88-ra, tehát 4 évvel később már junior Európa-bajnoki címet nyertem, újabb 2 év múlva már felnőtt Európa-bajnok, felnőtt világbajnok, tehát nagyon gyorsan jöttek a sikerek, hamar kiderült rólam, hogy tehetséges vagyok, addigra már az alkatom és a lelki alkatom is alkalmassá vált. Akkor kezdjük egy kicsit mélyebbről, mert ugye mindig a nagyszülők, ugye mint mondtad édesapád, édesanyjától nagyon sok minden függ, de neked már egy harcot biztos nem kellett megvívni, hogy ökölvívó lehess, mert ugye ez egy tradicionális, ez nem de teljesen aztán, így aztán volt. Lehet, hogy pont azért, mert hogy ugye az egész családban ez egy tradicionális dolog volt, jól tudták, hogy itt azért egy-két pofon elcsattan, itt azért keményen meg kell küzdeni a sikerért, és az is lehet, hogy óvtak. Akkor hogy nem kell elképzelni ezt a szürke hétköznapokban, amikor pici voltál, tehát amikor kezdődött ez a karrier, az édesanyádnak és az édesapádnak milyen szerepük volt ebbe az egész történetben? Én kb. 8 hónapos lehettem, amikor édesapám és édesanyám elváltak egymástól. Én 6 éves koromig nem is nagyon találkoztam édesapámmal, tehát nem volt ilyenfajta apai intelem vagy irányítás az életemben, utána se, később se, tehát nekünk nagyon felszínes maradt sajnos édesapámmal a kapcsolatunk. Édesanyám pedig rengeteget dolgozott, addigra már, mikor én elkezdtem a bunyót, addigra már ugye volt egy bátyám, egy idősebb testvérem, és addigra született egy húgom is, tehát hárman voltunk, és nem tudott hármunkat megfelelő módon eltartani. Ezek a bongásztelepi lakások 24-26 négyzetméteres, komfort nélküli, nagyon-nagyon hát mostani szóval azt mondom, hogy nagyon, nagyon szegény. Bocsánat, de miből tartott el édesanyád bennetek? Egyszerre három helyen dolgozott. Tehát, hogy reggel elment otthonról melózni, és aztán este... Akkor ez egy ilyen nagyon József Attilás történet. Teljesen. És épp ezért én átkerültem a nagymamámékhoz, akik viszonylag jó nyugdíjasok voltak, és még mellette ugyanúgy dolgoztak. Ezen a telepen akkor mindenki dolgozott. Tehát akkor én szembesültem azzal, hogy az emberek jelentős részének nincs ideje gyerekét nevelni. Kulcsos gyerek voltam. Szerintem egy jó 2 hónapja jártam már boxedzésre, mire egyáltalán a család megtudta, hogy én boxedzés. Mert hazaértek este 7-8 körül, megfőzték a vacsorát, és aztán beájultak az ágyba, hogy aztán reggel elmenjenek dolgozni, fenntartsák a családot. Mi gyerekek pedig felnőttünk, ahogy felnőttünk, lent az utcán, a téren csavarogtunk, ha rosszat csináltunk, akkor megpróbáltuk eltitkolni, ha jót csináltunk, akkor megpróbáltuk megmutatni otthon, de nem nagyon, tehát nem mondom és nem állítom, hogy én magamat neveltem, de szerencsére volt egy osztályfőnököm, aki élen nyert az én nevelésemben, ha kellett, akkor bizony fenyítéssel, ha kellett, akkor pedig simogatással, de nekem nem volt otthon szülői ráhatás, sem a pályaválasztásra, sem a sportág választásra, semmi. Dacára annak, hogy beszéltünk róla, hogy ökölvívás, inkább, hogy a családban nagyon sok volt az ökölvívó, inkább féltettek tőle, és amikor kiderült, akkor nagymamám meg is haragudott, ennek az volt az oka, hogy ő nem szerette
az én édesapámat köszönöm, hogy elvált az édesanyámtól, és az én apám a családban az egy ilyen nem beszélünk róla ember volt, és amikor megtudta, hogy én is bunyózni fogok, akkor attól félt, hogy én is el leszek majd, mint az apám. Ami persze természetesen egy könnyen értelmezhető dolog, vagy elfogadható, de én 14-15 éves voltam, inkább eltitkoltam a nagymama elől jó pár hónapig, hogy én bunyózok, és úgy buktam le, hogy akkor már az EVIC-ben elég sikeres voltam, 3-4 hónap után indultam versenyeken, és az első olyan verseny, amit megnyertem, az egy Tálai Imre ifjúsági vagy serdülő verseny volt, és ott nem csak, hogy megnyertem, hanem én lettem a legjobb lábmunkájú vagy legtechnikásabb versenyző, és ezért kaptam egy ajándékot, amit hazavittem, ráadásul az Egyesült Villamos Ipari Gépgyár, az EVIC-nek a magazinjába címlapon szerepelt a fotóm, meg a nevem, hogy Kovács István. És ezt meglátta ezt az újságot, a nagymama, ott hagytam a nappaliban, az étkezőasztalon, és innen tudta meg, hogy bunyózni fogok. Most akkor az a pillanat érdekel engem, és gondolom a közönséget is, hogy amikor a te fejedben eldőlt, és amikor az első pillanatban megjelentél a teremben, mi átszódott le benne? Tudom, hogy nehéz visszaemlékezni, de szerintem te ezt tökéletesen tudod, hogy mit éreztél, mit láttál, milyen hatással volt hát maga a terem, mert azért ezek a termek azért nem egy ilyen 5 csillagos szálloda kell elképzelni, hanem azért a régi boxtermek, birkozótermek azért brutálisan néztek ki, de volt egy barázsa, volt egy titka, volt egy feszültség. Az EVIC-ben ráadásul ez a két terem közvetlenül egymás mellett volt, tehát előbb volt a boxterem, és a birkozók voltak mögöttünk, tehát egyértelmű. Közösen izzadtuk tele azt a termet. Az a szag, ami ott volt, az közös termés. De ez egyébként a Vasasban is így volt, hogy előbb volt a birkozóterem, és mögötte a boxterem. Én pontosan emlékszem az első élményre, vagy legalábbis, ha nem is pontosan emlékszem, akkor úgy tudom összerakni a fejembe, mintha pontosan emlékeznék. Köszönhetően annak, hogy én körülbelül amiről elkezdtem volna bunyót, egy fél évvel költöztünk ki Keresztúrra. Ott kellett hagynunk Kőbányát, ott volt egy családi viszály, a mi családunk és egy akkor frissen betelepült roma család összeveszett, ebből súlyos családi verekedések lettek, ha nem is késelések, de halálos fenyegetések. Egy kicsit ilyen West Side Story-s jellege volt a dolognak, és el kellett hagynunk a Pongrász telepet záros határidőn belül. Én épp a Kőbányai edzőtáborban, a Kőbányai úttörőtáborban tértem haza, amikor a család már össze volt pakolva, és mentünk Keresztúrra. Édesanyám ott kapott egy munkát, az 1984, tehát még a pártállami időszaknak a vége, tehát itt már nagyon gyenge politikai hatás, de mégis még egy csomó lehetőség, mint például 3 gyermekes egyedülálló családanya megkapta azt a lehetőséget, hogy egy komoly méretű lakótelepi háznak lett ő a gondnoka. Akkor még talán volt, lehet, hogy most már sem közös képviselő van, akkor ezt gondoknak hívták, és kiköltöztünk az akkor frissen épült Újlap utcai lakótelepre, ami egy egészen más közeg volt, nem csak azért, mert ott már volt fürdőszoba, Pongrász telepen úgy nőttem fel, nekünk nem volt fürdőszobánk, közfürdőbe jártunk, de volt saját szobám, életemben először, egy csomó olyan dolog, ami egy egészen más közeg volt, és hiányzott nekem az a gyerekkori közeg, az a grund, azok a csínytevések, az a sok jó haver, meg minden. És ez egy 5-6 hónap volt, amikor ez a költözés és a boxterembe való belépésem között eltelt, egyre égetőbb volt ez a hiány, és amikor beléptem a boxterembe, akkor visszaköszön nekem a Pongrász telep. Most nem annyira a szagok, de azok az arcok, azok a csillogó szemek, az a sok éhes tekintet, az egész millió, amiben ott az a lepukkant, lerobbant, 1000 éve nem felújított millió, az hiányzott nekem a Pongrász terepről, és itt visszakaptam. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt. Tehát, hogyha ott akkor nem ezzel találkozom, hanem egy egészen más közeggel, akkor lehet, hogy nem, nincs meg ez a vonzerő. Itt viszont mindenféleképpen itt akartam maradni, és itt akartam új barátokra szeretni. Nem akarok vájkálni oly mélyen az életedben, de mégis csak megérdemled te is, és a nézők főképp megérdemlik, hogy egy ilyen kiváló sportolónak az életét mélységében megismerjék, mert én azóta sokkal jobban szeretem József Attilát, amióta megismertem minden nehézségeit, mindent elolvastam róla, és én azt gondolom, hogy egy ekkora ikon, mint amilyen te vagy, minél jobban megismerünk, és megismerjük azokat is, amik talán nem mindenkinek annyira szimpatikus, de mégis valóság, az az igazi kokó. Akkor egy pillanatra édesapádok kapcsolatban kérdezlek, mert ez egy kényes téma, mert ugye az, akinek édesanyja, édesapja egyformán ott laknak együtt, az megint más, mint amikor te ugye elmondtad, hogy ti különmentetek, hogy benned hogy játszódott le, benne hogy játszódott le, vagy amit tudsz belőle, és hogy egyáltalán későbbiekben volt-e kapcsolat, vagy pedig ez egyszerűen így lett vége. Ugye az egyszülős gyerekek, amikor felnőnek, akkor a ragaszkodás az teljesen egy irányba megy, egyszülős ragaszkodás kialakul.
és hogyha menet közben, tehát én ahogy mondtam, 8 hónapos lehettem, tehát a születésem, vagy a talpraállásom, vagy az ovi, vagy az általános iskolás részben semmiféle kapcsolódási pont nincsen, nem emlékszem, hogy én nekem hiányzott volna, az biztos, hogy nem, mert ami nincs, az nem hiányzik. És az sem nagyon tűnt fel, hogy másnak egyébként meg két szülője van, nekem meg csak egy, mert nem csak egy szülőm volt, mert volt egy nagypapám, nagymamám, tehát én nekem 3 szülőm volt, nagypapa, nagymama, édesanyja, ők 3-an próbáltak a gyerekből férfit faragni, és nem éreztem hiányát annak, hogy nincs egy apám. Már csak azért sem, mert az apai szigor meg főleg nem hiányzik egy tinédzsernek. És amikor először csatlakozási pontként megjelent az édesapám az életemben, az ilyen 12-14 éves kor, amikor pont nem hiányzik egy tinédzsernek, egy 12-13-14 éves gyereknek, hogy egyszer csak jön egy férfi, akit eddig nem láttunk, vagy nagyon ritkán, évente egyszer, karácsonykor megjelent és hozott esetleg egy zacskóba valami ajándékot, hogy az hirtelen elkezd parancsolgatni, meg hirtelen elkezd számon kérni, és nagyon nem is találtunk meg egymással a hangot. Aztán amikor én elköltöztem 18 évesen és önálló életet éltem, akkor sem akart belépni az életembe, meg volt egymásnak az elérhetőségünk, azt is tudta, hogy hol lakok, de nem keresett soha, én is tudtam, hogy hol lakott, de nem kerestem soha. Bánom, mert lehet, hogy másként is lehetett volna, de nehéz kialakítani egy apa-fia kapcsolatot felnőtt fejjel. Tehát, hogy ez nem alakul meg gyerekként, nem. Én most már tudom, egy gyakorló apa vagyok, és tudom, hogy mennyire fontos nekem apaként. És én ezt váltig állítom, hogy mindig az apának kell a gyerek felé. Tehát nem a gyerek hibás azért, hogyha az apával nem olyan a kapcsolata, hanem az apa hibás minden tekintetben. Nekünk szülőknek nem tud olyat tenni a gyermekem, hogy én ne keressem őt, hogy ne segítsem őt, mert én azért hoztam őt a világra, hogy ő ezen a világon boldoguljon, és nem ő tartozik nekem hálával, hanem én tartozom meg. Szóval ez egy nagyon komoly panelbeszélgetés lehetne. A nevelésnek a pszichológiáját megfejtetted, és valóban így van, hogy egy szülő idősebb is, fejlettebb is, több tapasztalata van, ő neki kell látni a lényeget, és ő neki kell közeledni. Egy gyerek még labilisabb, indulatosabb, nem látja át úgy a lényeget. Nálunk hát szerencsére nem volt, tehát soha nem volt nekünk nagy drámai összeveszésünk, de soha nem volt nagy drámai, tehát nem voltam vele nyaralni, egyszer-kétszer lementem vele a weekend házába, de azt sem mondom, hogy olyan túlzottan jól éreztem magam, mert nem éreztem azt a kötődést, nem tudtam rá, amellett, hogy persze genetikailag az édesapám, de nem tudtam rá apaként tekinteni, mert elmaradt minden olyan, ami miatt egy ember apaként tekint. Abszolút tudni kell mindannyiunknak azt, hogy apaságot, anyaságot levelezői nem lehet végezni. Tehát tulajdonképpen a gyereknek és magának a szülőnek is kell ez a hétköznapi kötődés, az a semmittevés, hogy légy szíves, hoz ide egy pohár vizet, vagy várjál, kérsz egy banánt, vagy ezek a semmi jelentőségi történetek építik fel az embert. Ez nem úgy van, hogy nagyon sok nagyszülő is mondja az unokán, nézd meg, ide jövök, és az unokám nem foglalkozik. De persze, hogy nem foglalkozik vele, mert az, hogy egy hónapban vagy két hónapban egyszer odajön, akkor a gyereknek nincs tapasztalata, nincs megfelelő kötődése a nagyszülőhöz, és akkor már nem úgy szereti, mint ahogy te. Neked viszont a nagyszülőkhöz sokkal erősebb kötődés volt, pontosan azért, mert valamivel ki kellett pótolni. Nagypapám tanított focizni, nagypapám tanított nyakkendőt kötni, nagypapám tanított sakkozni, nagypapám tanított kártyázni. Minden, amit egy gyereknek 14 éves koráig meg kell tanulni, ezt a nagypapámtól tanultam. Na akkor, akkor kezdjünk el egy kicsit ökölhívással is foglalkozni. Tehát mi volt az első kiemelkedő siker, ami úgy bebiztosította az életedet, és azt mondta, hogy na, eljött az én időm, mert ez az út járható, ezen végig akarok menni. Melyik volt ez a pillanat, amit, mert lehet, hogy volt már előtte is pillanat, de melyik volt neked az, amit te átérezted, és tudtad, hogy ez az a másodperc, amit tovább kell vinned? 1988. július, Gdansk, Junior Európa bajnokság. Azért emlékszem pontosan erre az időpontra, meg minden ezzel kapcsolatos eseményre, mert 84-ben kezdtem el a bunyót, viszonylag hamar jöttek az eredmények, de nem volt semmi kiemelkedő nemzetközi nagy siker. Magyarországon megnyertem a ifjú magyar bajnokságot, a junior magyar bajnokságot, megnyertem több versenyt. Külföldre, ha kimentem, azért egyszer-kétszer vereséget is szenvedtem. Tudom én, a junior Itálián, kint Olaszországban, Szardinián bronzérmet szereztem, a Bydgoszki tornán ezüstérmet szereztem, és a többi. Tehát nem arról szól a történet, hogy én egy óriási nagy bajnok vagyok.
És kiutaztunk ugye a junior EB-re, hogy ott voltam az esélyesek között, ugye Európa középmezőnyébe tartoztam, de nem emelkedtem ki ebben a korosztályban, ráadásul elsőéves, nem már másodéves voltam, de ettől függetlenül volt ott nálam jobb, olyan is volt, akitől már kikaptam, de sok olyan, akit már megvertem. És ez pont egybeesett az érettségivel, tehát én még mielőtt kimentünk volna a junior EB-re, megírtam az írásbelit, aminek az eredménye jól is sikerült, tehát valószínűleg sikeres lesz az érettségim, ha szóbelim is megvédem a dolgokat, és autószerelő lesz belőlem. Én fel voltam erre készülve, hogy az ökölvás az majd valószínűleg elmarad, vagy megmarad azon a szinten, amit én képviselek, de hogy én belőlem nem lesz idézőjelben fizetett profis ökölvívó, nem kapok majd sportálást bárhol is. És kimentünk a junior EB-re, és megnyertem a junior EB-t úgy, hogy 4 vagy 5 nagyon jó mérkőzést vívtam, iszonyú jó formában voltam a döntőben, azt a Román Petrika Paraszkivet vertem, aki előtte ott volt kint, vagy utána ott volt a szőuli olimpián, ott is jól szerepelt, tehát egy nagyon jó meccset vívtunk, és nagyon jó volt ez a siker. Hazajöttünk, megcsináltam az érettségit, a szóbelin simán átmentem, úgy dönsült junior Európa bajnok, nagyon nem kötözködtek velem, meg egy autószerelő sulinak az érettségi, ez nem olyan teljesíthetetlen elvárás. És megkeresett a Vasas, hogy szeretne leigazolni. És én 1988. augusztus 17-én töltöttem a 18. életévemet, és augusztus 22-én, tehát pár nappal a 18. születésem után otthon összepakoltam, belefért minden cuccom egy sportáskába, elköszöntem anyutól, hogy én most megyek, mert innentől én már önállóan fogok élni, kapok a Vasastól majd egy lakást, és kapok a Vasastól fizetést, és minden rendben lesz. Elmentem a Vasaspályára, ott mondták, hogy hát még a lakásra azon még várni kell, de addig költözzek ki be ide hátra, talán te emlékszel, hátul a Vasaspályán, igen, voltak ott a mosodánál, voltak ilyen kis barakok voltak, és ott volt, azt hiszem 10-12-14 négyzetméteres szoba volt, 4 vagy 5 ilyen szoba volt, és ahhoz volt egy közös fürdő. Oda én beköltöztem 88-ba, azzal az óriási lehetőséggel, hogy kapok fizetést, az volt 6400 forint, meg aztán 200 vagy 400 forint kalóriapénz, tehát mondjuk 7000 forintot kaptam fizetésként, meg kaptam ezt a szobát, hogy majd hamarosan a pártól, mert akkor még 88 még a pártól, majd kapunk, hogyha lesz eredmény, akkor lesz lakás is. 3 évig laktam ott, nem mondom, hogy lubban, de többször felmerült, anya kérdezte, hogy miért nem költözöl hazát itt, a szobád nagyobb, mint ahol most laksz, de én annyira fontos volt nekem az önállósodás, meg az, hogy egyedül vagyok, meg aztán megismertem a későbbi feleségemet, hogy ez valami maga volt a csoda, és innentől indult el az a fajta karrier, meg az a fajta, és ugye közvetlenül láttam akkor már azt az olimpiát, az az álom, hogy én egyszer olimpiai bajnok akarok lenni. Ki más kérdezhetnék meg, mint téged, aki sok mindenben profi és elvont és különleges. Ugye ott megismerkedtél a győzelemmel, de ugrok egy nagyot, amikor a karriered lezárult, közben ugye világra szóló eredményeket értél el, hatalmas eredményeket, és tulajdonképpen az ökölvívásról megváltoztattad a magyar embereknek a véleményét. Tehát mondhatom azt, hogy te egy kiemelkedő intelligenciával rendelkező ember voltál, aki valóban segítetted ezt a sportágat, hogy egyre többen mentek, látogattak hozzád a te mérkőzésedet, és akkor egyre jobban elkezdték magát az ökölvívást szeretni, érdeklődni az ökölvívás után. De egy Kovács Kokó Istvánnak mi a titka, mi az, amivel te több vagy, mondjuk mi? Mitől lesz valaki második, harmadik, negyedik helyzetből, hogy lesz bajnok? Mit tud egy igazi bajnok, aki ennyi mindent, mert aki egyet nyer az ember, az sem egyszerű, de ennyit, meg kis súlycsoportban, meg ilyen színvonalú mezényben, azért ez nem kis pálya. Nyilva bármit mondok most a képességeimről, az én számból mindenféleképpen nagy képviségnek hangzik, ha meg reálisan, pedig én szeretem magamat reálisan értékelni, én abban biztos vagyok, nem végeztem soha intelligencia tesztet, de ha más nem, akkor nevezzük sportintelligenciának, az szerintem egész magas szintű. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ami az ökölvíváshoz elengedhetetlenül szükséges, a mozgás előre vételezés, a stratégiai elemzés, az agresszivitásnak a kezelése és bizonyos szinteken vagy bizonyos szituációkban előhozása. És még nagyon sok mindent említhetnék, ami túlmegy azon, hogy valaki jó ökölvívó vagy nem jó ökölvívó. Én ezekkel rendelkeztem, és talán az életben is nagyon sok mindent tudtam még hasznosítani, amit aztán bevittem a szorítóba vagy az életben felhasználtam. Tehát én olyan sokféle nevelésben, olyan sokféle alakításban és változtatásban éltem meg az életemet sportolóként,
és ez fejlesztette a sportolói személyiségemet, üzletemberként, és ez fejlesztette az életről alkotott képemet, ifjúkoromban színész tanulóként az irodalomhoz való hozzászokás. Én elképesztő élmény mennyiséggel nőttem fel, és ez mind-mind alakította az én pályafutásomat, az életemet, a gondolkodásomat. És ez valószínűleg ez vezetett oda, hogy miközben, tehát most, ahogy mondtam, az RTL 4 részbe foglalja össze az életemet, de szerintem 400 részbe lehetne rakni, mert annyi minden történt velem, hogy ha holnap véget érne, akkor is azt kell mondjam, hogy ez sokkal több, mint amit én valaha remélhettem ott a Pongrász telepen, tehát én éltem kint rövid ideig, egyszer Svédországba dicidáltam még 1989-ben közvetlenül a rendszerváltás előtt, akkor egy hétig bírtam, aztán éltem Németországban 4 évet, éltem 2 évet Svájcban, beutaztam az egész világot, több mint 100 országban jártam, amit el lehetett érni a sportban, elértem. Olyan feladataim voltak az életem során, olyan sok helyen dolgoztam, akár a médiában, akár az üzleti életben, sportdiplomáciában, hogy az elképesztő. És ez mind-mind, hogyha kell egy tulajdonságot megnevezni, hogy mi az, ami az a fajta a nyitottság, az a fajta nyitottság, a tanulni vágyás, az érdeklődés, ami minden területen fontos volt. Ez a legnagyobb dolog. Öcsi bácsi talán pont azért választott ki engem, mert nem voltam kiemelkedő ebből a junior közegből. Igaz, megnyertem a junior rebét, de ott azért volt még egy ezüstérmes, volt 2 bronzérmes aznak a junior Európa bajnokságnak, sőt, hogy mondtam, nem én voltam a legesélyesebb. De öcsi bácsi talán pont azért választott engem, nem beszéltünk erről, de én szinte biztos vagyok benne, mert talán nekem csillogott a legjobban a szemem. Bennem látta azt az akaratot, vágyat, ami ahhoz kell, hogy valaki a maximumot hozza ki magából minden területen. Tehát én biztos vagyok benne, ezt a Szécsi Tamás kiváló mesteredző úszó mondta, amikor beszélgettem vele a Barcelona Olimpiai Faluban, hogyha ő ugye nem tudott úszni, vagy legalábbis a mondás szerint egy nagyon közepes úszó volt, soha nem foglalkozott az úszó sportággal, csak mivel a statisztikában óriási volt, meg elemzésben óriási volt, meg óriási volt a kíváncsisága, hogy hogyan lehetne még jobb, még jobb, még jobb, ezért lett belőle úszóedző, és az úszókból kihozta a maximumot. És azt mondta, hogy ha nem úszással, hanem ökölvívással foglalkoznak, most ugyanennyi olimpia bajnoka lenne az ökölvívóknak. De egy ilyen világklasszisnak is biztos, hogy voltak vagy példaképei, vagy olyan emberek, akiket követtél. Mondjuk azért annak idején, ugye Mohamed Ali, ugye ha a világot nézzük, vagy a Fraser, vagy a többiek, de magyar részről azért Papp László azért az valóban egy legenda, legalábbis számomra mindenféleképpen egy kiemelkedő egyéniség, egy olyan figura, amire nem tudsz nem odafigyelni. Ez egy fantasztikus csapat volt, a Gedóék, a Kajdi, a Török, a többiek. Tehát ők milyen hatással voltak rád? Mert nagy ember vagy, de hát ők is nagyok voltak. Egy szót kell mindenféleképpen használni ebben az esetben, az pedig a tisztelet. De nem példaképként, hanem azt az eredményt, amit Laci bácsi elért, ugye hát én megint nagy képű leszek, de nem, hát tények azok tények. Tehát én vagyok Magyarország második legeredményesebb ökölvívója. Én vagyok az egyetlen olyan ökölvívó Laci bácsi után, aki 3 világversenyt tudott nyerni. Ugye Laci bácsi is 3 világversenyt nyert, 3 olimpiát. Én nyertem 2 világbajnokságot és egy olimpiai bajnoki címet. Senki más nem tudta ezt utánunk, sőt, olimpiai érme is csak Laci bácsinak is, nekem van egynél több. Ugye Gedónak is csak 1 aranyérme van, nekem 1 arany és 1 bronz is még mellé. És még sorolhatnám azt a sok mindent, ami kiemel, még akár az olimpiai bajnokok közül is, de a tisztelet az én irányomból, akár egy Gedó, akár egy Török Béka bácsi, de elsősorban Laci bácsi irányába, az egy maximális tisztelet, mert én pontosan tudom, hogy az ő időszakukban az milyen elképesztő nehéz feladat volt nekik ezt az egészet lemenedzseri. Laci bácsinak ugye 8 éven keresztül, 1948-tól egészen 1956-ig, 8 éven keresztül az olimpiákon, a 3 olimpián, mind a 3-nál még csak kérdés sem volt, hogy ki fogja megnyerni az olimpiát. Én tudom jól, mert jártam 2 olimpián, az egyiket nem is sikerült megnyernem, a másodikat már igen, tehát én pontosan tudom. De nem voltak követendők. Tehát, hogy lásd, hogy ez mit is jelent, én a saját magam útját akartam járni, és én biztos vagyok benne, hogy ez a célra vezető, mert én nem tudtam volna jelenni, mint Laci bácsi. Más az egyéniségünk, másként gondolkodtunk. Nekem volt az edzőm, ismertem jól, én aludtam bele egy ágyban. Tehát én Amerikában voltam bele olyan motelben, ahol egy hatalmas, nagy 2 méteres francia ágyban egy ágyban aludtam, majdnem egy héten, 5 napon keresztül Laci bácsival. Tehát én viszonylag jól, jobb, az átlagembernél jobban ismertem, és tudtam jól. Igaz, már idős korára, már olyan életkorában ismertem meg, amikor már egy kevésbé
közvetlen, kevésbé kedves ember volt, de a tisztelet az irányomból az óriási volt, de soha nem akartam azon az úton járni, nem is lehet, mindenkinek önálló útja van, és abban is biztos vagyok, hogy ezek fontosak, ezek a behívó szavak, tehát amikor Messit vagy Neymart vagy Szoboszlait akarja valaki lekövetni, az képtelenség, de példaként csodálatos, hogy honnan hova lehet eljutni, és ebből merítsen mindenki erőt, ahonnan hova lehet eljutni, de azon az úton soha senki nem fog többet járni, mert ez nem úgy néz ki. Mert minden egyes másodpercben útelágazásnál vagyunk, és mindenkinek el kell dönteni, hogy merre megy jobbra vagy bárra. Tovább akarom boncolni ezt a kérdést. Nem véletlenül kérdezlek, mert hát tudunk segíteni olyan versenyzőknek, akik már ott vannak a legnagyobb bajnokoknak a küszöbén, de még valami hiányzik belőlük. Mert azért én olvasgattam sok mindent, tehát az, hogy az ember tudatos és felkészült, és ugye tudod, hogy kell lépni, kielemzed az ellenfelednek a mérkőzéseit, ráhangolod magad a mérkőzésekre, oké. De én azt próbáltam megkérdezni tőled, hogy mi az, amivel több vagy, megmondom, hogy miért kérdezem, mert én olyat is olvastam, hogy bizonyos helyzetekben az intelligencia kivágja a biztosítékot, mondjuk egy döntő mérkőzés előtt. Egy intelligens ember összeomlik, mert fölfogja, hogy hát, mi minden történhet. De ott van a másik része, hogy a kevésbé intelligens is túl tudja élni, meg a nagyon intelligens is, hogy ilyen is van győztes, meg olyan is van győztes, hogy mi a titok, mi van ott benne, mi átszolik le, mondjuk mondjuk beszéljünk három döntődről, vagy akár négyről, hogy ott mi történt. Én, bár kevesen tudják, meg nem is nagyon foglalkoztam vele, de csak azért, hogy a saját sportágomat jobban megismerjem, elvégeztem az edzőit, a TFN diplomáztam. Van egy közgazdász diplomám, van egy sportdiplomát a CIA-ból végzett diplomám, és van egy szakedzői diplomám, és akkor mi nagyon sokat foglalkoztunk azzal a problémakörrel, hogy a sportolók mentális felkészítése, felkészültsége, mentális beállítottsága, a sporthoz való viszonya, az vajon hogyan változtatható, hogyan modifálható és hogyan lehet ezt belőni, mert hogy ugye két egymástól szervesen elkülönülő sport metodikája van egy embernek. Vannak azok, akik úgynevezett sikerkeresők, meg vannak a kudarckerülők. És a sikerkereső az mindent megtesz annak érdekében, hogy sikerre vigye a vállalást. A kudarckerülő pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen kudarc a vége. Mind a kettő ugyanoda vezet, tehát a legvégén felemelik a kezedet. A kudarckerülőnek is, ha megtett mindent, hogy ne legyen kudarc, de az élvezeti értéke egészen más. És fejben is egészen más feldolgozni, mert fejben, most például a Hámon Luca esete, aki átment, kudarc kerülővé ezen az utolsó mérkőzésen az Algír versenyző ellen látszott, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen baj. Ez nem a bátorságát vagy az ő szakmai hozzáállását kritizálja, de látszott azon a mérkőzésen, nem a győzelmi vágy hajtja, hanem a kudarc elkerülése. Óriási különbség. Vannak az ökövesben nem kevesen, akik bevalva, nem bevalva, annyira félnek a kudarctól, a vereségtől, nem a fizikai fájdalomtól, ezt megszokjuk. Most eltört, neked is törött ezer csontod, az hozzászok. Én törött bordával, törött kézzel kezdtem is meccset, nem csak fejeztem, hanem kezdtem is meccset, ezzel nincsen semmi baj. De az a fajta szégyen, vagy nem tudom milyen, mint egy vereség tud okozni egy küzdősportolónál, na az elől menekül az ember, és a kudarc kerülő menekül ez előle. A másik oldal, amilyen én voltam, és ez az életem minden területére igaz, ha egy feladatot kapok, én megőrülök tőle, én imádom, én szeretem a megméretést, én élvezem a drámát, én élvezem a stressznek ezt a részét, én minden pillanatban a győzelemre törekedtem. Most már, 54 évhez közeledve, most már tudok veszíteni a gyereke. A két nagyfiam még megszenvedte, hogy én még ott nyerni akartam kint a kertbe a foci meccsen, nyerni akartam a kártyám. Most már a két picinél, a Zalánnál, a Vincénél ott már hagyom őket nyerni, mert már elengedtem természetesen, de nekem ez meg kellett érni. Volt olyan időszak, amikor nem tudtam elképzelni semmiben azt, hogy én csak második legyek. Volt olyan pillanat, amikor édesanyám és édesapám, mivel én is nagyon szerettem nyerni, ezért érezték, hogy ugye többször beszéltem és magamon kívül voltam, és akkor észrevettem, hogy édesapám meglökte édesanyámat, hogy hát, hogy engedni kellene nekem valahogy, és én ezt észrevettem, és akkor malmoztunk, és én felborítottam mindent, és én teljesen önkívületi állapotba kerültem. Igen, aki győzni akar, nyertes akar lenni, meg amit mondtál, a feladatok, tehát ez a lényeg, a feladat, az új kihívás, a tudásvágy, hogy mindig tanulni, több lenni, és ez akár az iskoláidban, akár a sporteredményből pontosan ezt tükröződik. Most már majdnem a legvégéhez értünk,
ugye már lépés minden volt, már eljutottunk, hogy kudarckerülő, minden megvan. De amikor te mész be, mondjuk az utolsó 5-10 percet, mi minden járt a te fejedben? Tehát egy olimpiai bajnok bemegy, tudod, hogy jó vagy, tudod, hogy van esélyed, de az esély az nem úgy egyenlő a győzelemmel. A kettő között hatalmas különbség van, tehát a Polyák Imre, nem akarom ismételni már, de egy pici hiányzik a legnagyobb győzelemhez, de az hatalmas nagy távolság az a picike, mert ugye általában a második, harmadik, negyedik néha ilyen nagyon picivel csúszik le. De mi volt benned, hogy te ezekre képes voltál? Mit történt ott a te fejedbe? Tudom, hogy ezt nem lehet olyan könnyen megfejteni, addig is kérdezem. Azt azért, és nálam ez lehet, hogy másnál másként működik, de nálam az egész biztos, hogy nagyon fontos volt, hogy engem maga a tét, az nem nyomott össze soha. Én ugyanolyan, ez a lényeg, élvezettel, amit most mondtál. Ugyanolyan élvezettel tudtam az olimpiai bajnoki döntőre kimenni, mint amilyen élvezettel mentem a bocskai emlékverseny elődöntőre. Bocsánat, de ezt te szerinted tanultad? Nem. Nekem ez egy ökölvívó mérkőzés. Akkor tudtam már megnyerni az olimpiát, amikor már én ezt egy ökölvívó versenynek tekintettem, és nem olimpiának. Egész addig Barcelona, amíg én úgy utaztam oda ki, hogy hát ezeket akkor éppen 20-30 mérkőzésen keresztül tartó veretlenségi szériában voltam, világbajnok voltam, Európa bajnok voltam, évsportolója voltam, mindent megnyertem, kimentem az olimpiára, és ott hirtelen agyon nyomott az öt karika, mert ott hirtelen rádöbbentem, hogy milyen klubba is akarok én belépni. Abba a klubba, ahol Laci bácsi, ahol Gedő György, Török Gyula, ahol Farkas Peti, ahol Repka Attila, ahol Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, Onodi Herriatta, Kovács Antal, és még sorolhatnám, akik jöttek velem szembe az olimpiai faluban. Én pedig ott álltam Kovács István, a Pongrász telepi hülye gyerek, és akkor nem éreztem magamban az erőt, hogy ezt én megtegyem. És az agyon is nyomott, a tudásomnak a töredékét tudtam csak nyújtani, attól kaptam ki, akit 9-10 hónappal előtte a világbajnokságon Sydneyben simán megvertem, ha nem is simán, de meggyőző fölénnyel vertem. Jött újabb 4 év, megértem agyilag, helyre tudtam tenni a dolgot, és az atlantai olimpia számomra egy komoly boxverseny volt, de nem vettem észre, hogy olimpián vagyok. Persze láttam a mezemen, de nem foglalkoztam az otthoni hírekkel, nem néztem a versenyeket, nem voltam kint a megnyitó ünnepségen. Egyedül a Cerna Attilát néztem meg, mert őt nagyon szerettem, nagyon jó barátom. Miatta átmentem a falu túloldalán, volt az ő uszodájuk, és ott megnéztem az ő döntőjét, és ennyi, semmi más. Nem, tényleg nem emlékszem. Azt tudom, hogy kik nyert, utána együtt voltunk a kőbárítáik, a többiek együtt voltunk végig, de nem emlékszem a versenyekre. Még a tévében sem néztem meg, mert én úgy döntöttem, hogy most az olimpiát meg akarom nyerni, és nem adhatok esélyt a kis ördögnek, hogy elvigye a figyelmemet, az összpontosítás, a fókuszt bármire áttegyem. És ez egy fontos dolog volt nekem, és azóta is ezzel tudok élni, tehát én úgy tudok dolgozni a legnagyobb zajban, hogy csak arra az egy dologra összpontosítsak. Nem autista dolog, de ez egy nagyon fontos dolog egy sportolónál, hogy minden olyan terhet, meg olyan problémát. Úgy látom, tisztában vagy az autistákkal is, hogy azoknak különleges képességeik van. Igen, de ez egy, a sportban nagyon sok van. Tehát a sportban rengeteg van, bár nem beszélünk róla, de a sportban bizonyos tekintetben még akár előnyt is élvezhet, ha pont arra tud fókuszálni. Így van. Az ADHD-sek is ugyanezzel egyrészt rossz, másrészt viszont ezen a területen meg előny. Ugye én azt vallom, hogy minden díj, minden elismerés annyit ér, mert amit nem úgy megszerzel, hanem amit adnak utána. Amennyit a gazdája ér, mondjuk amennyit Kovács Kokó István ér. Én azt gondolom, hogy azért te nem kaptál meg minden olyan elismerést, ami neked jár. Sokat kaptál, mert tudom, hogy voltál, ha jól emlékszem, 2-szer voltál az évsportolója, vagy 8-szor voltál az ökölvívásban az évsportolója, valaki durván így ennyi. Tehát ezek azért komoly elismerések, de én nem tudom, szóval én soha nem voltam másra irigy. Nekem ez egy jó tulajdonság, hogy Én annak örülök, ha nekem olyan barátaim vannak, akik jók, vagy bizonyos dolgokban sokkal jobbak, mint én, és valamit tudok átvenni, és tudom nemesíteni magamban. És nekem az néha ilyen fájdalmas, amikor látom azt, hogy olyanok hozzájutnak olyan elismerésekhez, ami nekik nem jár. Én ezt a versenyben úgy fogalmaztam meg, hogyha kaptam olyan elismerést, amit nem érdemeltem meg, az legyen az én büntetésem egy életen keresztül, mert ha más nem is tudja, én biztos tudom, ha van nekem olyan, hogy az nekem nem járt. És gondolom, te is tudod azt, hogy mi az, ami neked járna, és mi az, ami
mondjuk olyat te szerintem nem kaptál, ami neked nem jár, akkor ez már rossz megközelítés. Én nem hiszem, hogy nekem bármi is járna. Ugye az eredményeim alapján, ha csak a papírra vetett eredményeket nézzük, akkor most is van a nemzet sportolói között olyan, akinél most így papíron előrébb vagyok. Életkorban még nem, tehát a 60 év még odébb van. De én egyáltalán nem játszom el azzal a gondolattal, hogy majd egyszer ez a grénum úgy dönt, hogy engem is beemel maguk közé, mert látom, hogy kik azok, akik egyébként meg talán még előttem is járnak eredményességben, és soha nem fogják megkapni, mert ez, tudod, amit adnak, az inkább, és ezt is előbb valami hasonlót mondta, hogy inkább jellemző arra, aki adja, mint arra, aki kapja. Tehát én megkaptam a Fair Play kitüntetést, én megkaptam a legmagasabb állami kitüntetéseket, és amiket fontosnak, ezeket nem tartom olyan fontosnak, mint azokat, amiket megnyertem, amit valósan a teljesítményemmel elértem, amit nem adtak, nem szimpátia, nem párthovatartozás, nem valakinek a valakije, és az összes az életemre még hátra lép most az, hogy nem vagyok halhatatlan a klubjának a tagja. Leszel. De tényleg, ha abba belegondolok, hogy egyébként az eredményességem vagy a leírt adatok alapján kellene, akkor azt mondom, hogy persze, természetesen. Ha meg abba gondolok, hogy és akkor mi van? Akkor mitől leszek több? Tehát így is tele van már a gardrobom, meg a vitrinem. Nem hiányzik semmi az én életemből. Van 4 gyönyörű gyermekem. Ennél csodálatos, hogy elértem az életemben mindent, sportszakmai részben, amit el akartam. A civil életben rá kellett döbbenni, hogy azok a célkitűzések, amit az ember maga elé tesz, az korán sem attól függ, hogy alkalmas, korán sem attól függ, hogy egyébként ő akarja vagy nem akarja, hanem mert az élet úgy hozza, hanem mert a politika úgy hozza, hanem mert a épp aktuális döntéshozók úgy hozzák. Ezzel pedig nem szabad foglalkozni, mert ebbe beleőrülne az ember, de szerencsére, mivel van egy boldog családi életem, meg van egy viszonylag stabil gazdasági életem, ezért nem kell azzal foglalkoznom, hogy mit kaphatok még meg az élettől, inkább azzal foglalkozom, mi az, amit még el tudok érni az életben. Ezek a címek, ezek nem az elérhető címek, ezek majd ha akarják, adják, ha nem, az legyen az ő dolguk. Nem érezted néha azt, hogy több ember lakik benned, több tehetség, mint általában másokban, és sokféle vagy. És ezzel a sokfélével megmondtam mindent, hogy ugye minden mindenből elvesz egy picit, mert ha ezzel foglalkozol, akkor a másikban elvesz, de én úgy gondolkodom, hogy lehet, hogy itt elvesz, de hozzá is tesz a másikod, és tulajdonképpen én a te életedben azt vettem észre, hogy minden egyes tevékenységed egymást építi. Tehát te nemzetközileg is olyan karriert befutottál, és idehaza is, és az eredményeiddel is, és tényleg, mint műsorvezető, hát én a legprofibbak között tartalak, szóval hihetetlen képességekkel rendelkezel, hogy te hogy érzed? Néha nem sok, mert azért veled időt egyeztetni az nem annyira egyszerű, de azért tudunk egyeztetni. Te hogy ítéled meg jó magad ezt? Mozgalmas életem van, de csak így tudok élni. Tehát volt Svájcban egy rövid időszak, kb. Egy fél év, amikor már lejárt a munkaszerződésem, de még a gyereknek még tartott a sulia, azért úgy döntöttünk, hogy akkor kihúzzuk júniusig, júliusig, mondjuk például 2023-as esztendőt, tehát tavaly költöztünk haza, és az a fél év, amikor nem csináltam semmit, és Svájcban azért az ember szívesen nem csinál semmit, tehát ott a Genfitó, a Le Clos-Mont partján laktunk, egy gyönyörű, ráláttam a tóra, egy picit távolabb ott volt a Mont Blanc, tehát hátradőlhettem volna, és olyan, egyébként elég gyenge a boruk, tehát ez a La Croix borvidék nem olyan túl erős borban, de azért iható a boruk, és ott csörögtem, szivaroztam és borozgattam magamba. Egy hétig bírtam. Beleőrültem abba, hogy nem csinálok semmit, csak élvezem az életet. Tehát én nem tudom, mikor jön nekem majd el az időszak az életembe, amikor azt mondom, hogy na most már vége, hátradőlök és nem akarok semmivel foglalkozni. Még mindig motiválnak a feladatok, csináljuk a Starboxot, csináljuk majd a Hellboxinginget, a WBO európai elnökeként rengeteg utazás, rengeteg feladat, rengeteg mérkőzés, rengeteg ökölvel való törődés, mellette van vállalkozásom, tehát egy csomó minden, és ott van a két még kiskorú gyermek, a 6 éves és a 2 éves gyermek, tehát van dolgom bőven, és addig jó, amíg van dolgom bőven, mert amikor arra ébredek, hogy nincs ma dolgom, az valami borzalmas lesz. Egyből megy most egy jobb csapott és egy bal egyenes. Kérdezem, hogy és milyen férj vagy? Most azt hiszem, hogy jó. Most talán már jobb, mint amilyen valaha voltam, mert az első házasságomban, bevallom őszintén, ott a talán önzőbb módon viselkedtem, mint most. Lehet, hogy meg is értem, nagyobb lettem, és
Az első feleségemnek valószínűleg nehezebb dolga volt velem, mint a mostani feleségemnek. A mostani feleségem élsportoló még mindig, bár ő ezt tagadja, budapesti atlétika világbajnokságon még indult, és most majd még szeptember végén lesz neki még egy utolsó maratonja, amit még megkért, hogy addig hogy végezze ezeket az nagyon komoly és nagyon hosszú edzéseket. Tehát nagyrészt én vagyok a gyerekekkel, nagyrészt nekem kell értük menni, nagyrészt nekem kell őket elvinni. Ő pedig PSMT terapeutaként tevékenykedik, és mellette pedig napi 2-3 órát edz. Úgyhogy ez nagyon nagyot fordult ilyen életem az életemben. De szerintem most kezelhető, és egy picivel nagyobb fér vagyok, mint amilyen voltam régebben. Én egy másodpercig nem éreztem azt, hogy te boldogtalan lennél bármibe is, és szerintem akkor sem voltál boldogtalan, amikor valami talán nem sikerült úgy. Te valahogy benned van egyfajta olyan belső erő, olyan kisugárzás, olyan mindenen átmegyek című dal szól benned. Én nem érzek ilyet benned, hogy te így magadba leülnél egy szobába, de ez egy hatalmas tulajdonság, amit elmondták. Én viszem a gyerekeket, én hozom a gyerekeket, hogy ilyen munka mellett, ilyen sokszínűség mellett erre marad időd, erre egy átlagembernek is kevés van. Tehát ez nem kicsi. Nem mondom, hogy ez nem kényszer. Persze, nem gondoltam, hogy minden nap. Persze, de ez egyrészt kényszer is, mert ahogy mondtam, a feleségem megkapta az engedélyt, hogy még megnyújtsa egy picit a sportolói pályafutását, és ezért valakinek el kell hozni. Tehát én továbbra is azt az apa-anya családmodellt vallom, hogy az édesanyának kell gondoskodni a gyermekéről, és ezt az édesanyja meg is teszi, de valóban elég sokszor kell nekem őt mentesíteni, vagy helyettesíteni. De inkább én azt mondanám, hogy lehet, hogy kifelé nem látszik, hogy bennem azért vannak kételyek, és én erőt sugárzok, de az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy akaraterővel rendelkezem, illetőleg az a történelmi múlt, ahonnan elindultam és ahova eljutottam, tehát a Pongrász telepen arról a 24-26 négyzetméterről, ahol még fürdőszoba sem volt, Hamburgban, Hamburg legszebb részén laktam 4 évet, Svájcban, Svájc legszebb részén a Genfi tó partján laktam 2 évet, elértem a boxvilágszövetségnek a második embere voltam, mint főtitkár, a Profi Világszövetségnek az európai elnöke vagyok, a magyarországi profi tagozat elnöke vagyok. Egy csomó olyan dolgot hajtottam már végre, és értem el az életemben, ami azt mondatja velem, hogy mi az, amit én nem tudok megcsinálni. És ez most nagyképűen hangzik, mert természetesen például a tévét nem tudom otthon megcsinálni, meg még a locsolót sem tudom helyrehozni. Zárat sem tudsz cserélni. Ehhez nem értek. De mosogatni tudsz. Olyan szépen, mint a feleségem, az sem, vagy a mosogatógép. De amihez értek, vagy amit az élet elém sodor, mint feladat, és én ezt elvállalom, abban nem látok olyat, hogy én ezt ne tudnám megoldani, mert van bennem egy ilyen erő, amit, és most szimbolizálhatjuk egy olimpiai bajnok aranyéremmel, de én szent meggyőződésem, hogyha valaki képes arra, hogy egyébként egy alkatilag nem neki álló sportágban ilyen sikert érjen el, azonnantól kezdve mindenre alkalmas. Van még durván 2 percünk, sajnálom, hogy a dalt, ami rólad készült, nem tudjuk bejátszani, de hát ha majd valamit ki tudunk találni, amelyet a Depression együttes készített, de nem is ez a lényeg, most van ennél fontosabb, a 4 gyermeked. Tehát a 4 gyermeked hogy tekint az élő legenda őskövületre, mert egyszer nekem a lányom azt mondta, hogy apu, te az unokáidnak nem vagy grappling világbajnok, nem vagy költő, nem vagy zenész, te egy ember vagy, a nagypapájuk vagy. A te gyerekeid hogy néznek rád, és te hogy nézel rájuk? Van még durván... Ugye a 2 nagyfiú, Bence és Gergő, az egyik 30 éves, másik 26 éves, ők a pályafutásom vége felé születtek, vagy inkább közepén. Tehát a Bence még akkor született, amikor nem voltam olimpiai bajnok, 94-ben. Ő mondhatni, abban nőtt fel, hogy az apa olimpiai bajnok lett. Ott volt a stúdióban bent, amikor én megnyertem a volt feleségemmel, és ő végig élte ezt a részét. A Geri már akkor született, 98-ban, és 2-3 éves volt, amikor én mondjuk a profi világbajnok lettem, tehát ő kevesebbet kapott gyerekkorában az én box pályafutásomból, de mind a kettő szorosan kötődik az ökörüváshoz, és most nem is olyan rég a Bencével beszélgettem, és azt mondta nekem, hogy most, hogy nézi az olimpiát, meg az ökövásban most már nagyon mélyre jutott, az egyik legjobb profi bírónkról beszélni, hogy most értékeli csak igazán, hogy micsoda sikeres bunyos voltam én. Ez nekem nagyon jól esett, meg nagyon furcsa volt, mert persze, hogy az apja vagyok, és nem pedig egy box idol, de mégis most döbbent rá, hogy hát az apám ekkora boxoló volt, hogy ezeket elérte. A 2 pici,
Zalán és a Vince, ők pedig egyre játszópartnerek, tehát ők nekik ők megszokták, a Zalán is, meg a, szerintem a Vince is megszokja, hogyha elmenjük valahova, akkor az apát megismerik, akkor az apának autogramot kell adni, ez nekik természetes, nekik ez nem egy furcsa dolog. Kedves nézőim, nagyon köszönöm, hogy az elmúlt 50 percet a hatos csatornával töltöttétek. Isten áldjon minden nézőt. Vendégem volt Kovács Kokó István, élő legenda, őskövület, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok és sok-sok éremnek a tulajdonosa, és mindenféle díjat elért, és tanulságos az életútja, fel lehet ránézni. Én felnézek rá.